Nyilvánvalóan nem akarom elviccelni, hiszen egy komoly bűnügyről van szó, de, nem, de egyszerűen tényleg egy picit olyan érzésünk volt, mint egy abszurd drámát olvasnánk itt a nyerfes beszélgetés kapcsán. És egyébként most színházművészetről fogunk beszélgetni, mert hogy 25 éves a Sör, Kánoi Molnár Péter a vendégünk. Szervusz, jó reggelt! Szervusztok! Hát sajnos én már nem 25 éves vagyok, de a Sör az 25 éves. 94-ben mutattuk be, és hát senki nem gondolta volna, hogy ekkora siker lesz, hogy ez a Shakespeare összes művei rövidítve. Akkor először egyébként csak kis műhelyt, itt a két előadással kezdtünk, hogy csinálunk két előadást, a Komédium Színház akkor befogadott. Hogy annyit terveztetek? Igen, és akkor már akkor a siker lett, hogy még gyorsan kellett játszani hatot. Így indult. Kinek ez ötlete volt anno? Az, hogy ez legyen, az végül is az enyém. Ez egy amerikai színdarab, tehát három amerikai színész játszott a Londonban, és azt én láttam, egy picivel korábban, mint a Gáspár Andris, aki meg akarta szintén szerezni a jogait a darabnak, de már nálam volt. Ja, hogy ti majdnem harcoltatok egymással? Hát az túlzás, de hogy ő is szerette volna, és aztán inkább bevettük őt is a bandába, és Kálid Artúrral hármasban így megcsináltuk ezt a darabot, és hát óriási szeretetet kaptunk a 25 év alatt, úgyhogy ezúton is mindenkinek köszönöm. Ugye 25 év alatt az ember, vagy 25 évben ugye rengeteg statisztikát lehet készíteni. Tudjuk-e azt, számoltatok-e, hogy hány eladás volt, hány ember nézhette meg, hányan reklamáltak, hogy kérjük vissza a pénzt? Jó, ilyen biztos, hogy nem volt. De néha egyébként van. Tehát van, aki ezt komolyan veszi. A Görcsnél is, ugye az a görögök összes regélyi és cselekedetei, az a folytatás. Ez még csak 19 éves, tehát ez még épp, hogy nagykorú. Meg a Sörnél is néha van olyan, aki komolyan veszi, hogy most a Shakespeare összes művét el fogjuk játszani. Ezt most nem mondod. De tényleg is elmegy és dühöng. Vagy a görögöket kéri számon, mert ugye komolyan, hogy hol a vége? Van, tehát most már ellőhetjük. És valójában a Bibliát tűzzük műsorra, persze azért tisztelettudóan, de egy picit fiatalos megközelítésben, amennyire ez még tőlünk telik. 640 előadás volt eddig a Sörből, képzeljétek el. Tehát azért az nem semmi. Mi a titka? Mitől imádjuk ennyire szerinted? Egyrészt ugye ezt a saját arcunkra húztuk, tehát ez a három karakter, a Kálid Artúr, a csendes szavú, kicsit morózus, de kedves, a Gáspár, a Andris a pörgős, de ugyanakkor picit magamutogató, de mégis szimpatikus. Én meg ugye a legkisebb, aki a női szerepeket is magamra vállalom. Tehát egyrészt mi ezt így fazoníroztuk saját magunkra, és nem is kíméljük magunkat az előadás közben sem, és egymás sem megjegyzésekkel, tehát ez állandó mozgásban van ez az előadás, tehát improvizálunk folyamatosan. Tehát mi sem tudnánk a közönséget is. Pontosan, nem tudnánk megunni, és ezt szeretik, hogy ezt meg lehet többször nézni. Tehát van olyan, aki most már a saját gyerekével jön, és még gimnazistaként látta annak idején az előadást, és most elhozza a gyerekét is, hogy megnézze. Úgyhogy tortát kaptunk, és minden, úgyhogy nagy buli volt, nagy megemlékezés. De nagyon gyors ez a 25 év, tehát olyan, mint a tegnap lett volna tényleg. Mennyire változik az, hogy tudatosan, mert ugye sok improvizáció van benne, tehát mindig mozgásban van, azt értem, de mondjuk 25 év az ember életében tényleg nagyon-nagyon sok, hogy te mennyire vagy más ember, látod tartalmilag másképp egy-egy darabnak a mondandóját, te megváltoztál-e közben, mit érzel? Persze, mindenképpen. Ugye vannak benne 25 éves videófelvételek, és ott azért látszik a különbség, és állandóan kapálgatjuk is ezt, tehát kihúzunk belőle részeket, ami most már nem áll jól. Ugye ezt rögtön a színművészeti Igen. után csináltuk meg, akkor még csomó ilyen kis pimasz, ifjonti dolog belefért, és azokat most egy picit próbáljuk így középkorosítani, úgyhogy állandóan vitatkozunk és dolgozunk rajta, mert ugye nincs rendező, úgy kimondva, és ezért aztán 2-1 arányban, vagy 3-0 arányban szavazunk, és akkor az marad benne, amit megszavazunk. Még az azért is fontos, vagy lehet fontos azért, amit a Judit kérdezett, mert ilyenkor nem csak egy ember személyisége változik több mint 2 évtized után, hanem a társadalom, a közeg, amiben él. És hány olyan pillanat van, hány olyan dráma, hány olyan mű van, amit mondjuk 1980-ban előadtak, 2019-ben megint előadnak, és a kettő között óriási nagy különbség van, amikor aktualizálni szokták.
Van-e ilyen folyamat a Sörnél például? Van egyébként, tehát kerülnek be újabb videóbejátszások, vagy újabb igazgatóval felvétel, mert azért olyan is, már színház igazgatóval felvétel. Úgyhogy mi igyekszünk mindig aktualizálni. És legfőképp az improvizációkban mindig előjönnek a napi problémák. Tehát ez például jó ötlet, most ez a parkolás, ezt majd belevisszük. Tényleg? Hát igen, mert ez tényleg fontos. Én egy bérletről álmodom, amit megveszek évelején, és egész évben bárhol parkolhatok. Álmodj róla. Meg amit megkaptam, hogy a tündérmeseinkben. Hogy működik a színészeknél, amikor olyan darabokban vesznek részt, az improvizáció egy nagyon-nagyon fontos eleme, hogy azt mondjátok, hogy ez annyira jó volt, amit most gyökörködtünk, vagy csináltuk, hogy ezt rakjuk be. Ezt építsük be. Vagy nincs ilyen, hanem tényleg, ahogy esik, úgy puffan. Nem, ez jó kérdés. Abszolút beszélünk róla mindig, és általában elmondjuk annak, aki jót csinált, mondjuk a Gáspár Andrásnak, vagy a Kári Dartónak, hogy hú, az nagyon jó volt, azt tartsuk meg, de azt is, ha nem. Tehát mondom, ezt meg szoktuk beszélni, hogy arról ne beszéljünk legközelebb, vagy az nem jól sikerült, vagy épp, hogy azt mindenképp tartsd meg, Artur, mert az remek volt. Úgyhogy mi erről folyamatosan beszélgetünk. Arra mennyire próbáltok rájátszani, hogy áll spontánnak tűnjön valami? Nem feltétlenül nálatok, általában véve az ilyen improvizációs daraboknál bennem néha felmerül, hogy azt a hatást érzem, hogy a színész maga is elneveti magát, és ez nem volt betervezve. Csak néha már tovább gondolom, hogy lehet, hogy direkt úgy csinál, hogy olyan legyen a nevetés, mintha nem lenne benne, és ő véletlenül nevette el magát. Tehát, hogy érted a kérdésemet? Értem. Színészkedik. Igen, néha azért ez benne van, és a Sörben is van több olyan dolog, ami nem improvizáció, csak úgy hat. Csak úgy hat, aha. De jó volt, és ezért megtartottuk. De mondom, kihagytunk részeket. Tehát ha most összehasonlítanánk a legelső felvétellel, ami valahol meg kell, hogy legyen, szerintem a kétharmada szinte más. Tehát nagyon sokat változott, mozgott ez az előadás. Csak volt. Shakespeare az örök benne. Az mindig. Shakespeare szövegek. És volt a fejetekben olyan ezért az elmúlt 25 év után, akkor már ezt tegyük akkor múlt időben, hogy ezt most meddig lehet csinálni, mennyi van benne? Vagy pont az improvizáció miatt ezt idők végezetéig lehet? Különösen én szoktam ezt fölhozni, ezt a témát, hogy lassan 50 felé abba kellene hagyni. De aztán lehet, hogy majd átadjuk három fiatal színésznek, hogy csinálják, hogy mi meg rajta tartjuk a szemünket. Van itt több variációs lehetőség, de egyelőre annyira kedvelik, hogy most majd nem kell, egy kedvet kaptam. Figyelj, legyen benne még 25 év ebben a felállásban. Még legyen benne. Hát, ha mi is itt fogunk külni, és akkor beszélgettünk, hogy emlékszel, Péter, amikor még tudtam mozogni a színpadon, emlékeztek rá? 2019. július 10-én. És amikor még te is meg tudtál szólalni, akkor még volt fogalm, tudod most már. Az LTV-ben legyen öreg aranykor tévé. Komolyra pozitva a szót, hát ugye a színészeknek az egyik nagy korszakuk, mármint időszakok, akkor azt mondom, a naptár éven belül az a nyár, a haknik, az előadások, a szabadtéri színpados játékok. Milyen a nyarad, milyen lesz a nyarad? Most egész tűrhető, mert úgy volt, hogy lesz egy olyan film, amivel sokat nem nyaraltam volna, de az elmaradt, de csináltam másik mozifilmet, meg egy tavalyit is most befejezünk, például Pont a Sört játsszuk majd Balatonon pár nap múlva, szóval mindig van valami, a Kövek a zsebbennel is utaztunk, voltunk Dublinba vele, Londonba improvizáltunk, tehát mindig volt valami, és ez egy nagyon izgalmas kis mozifilm volt, Baklövés most az a munkacíme, ahol egy ilyen bankigazgatót játszottam, ami hát alapvetőleg elég távol áll tőlem egy ilyen öltönyös szerep, de igen, egy jó szenyapasas volt, és a negatív jó, szerepek... Jó, alakult, már alakult. Figyelj, látott pofán talált. Még egy kérdésem lenne, hogy a pár héttel ezelőtt jó nagy botrány lett belőle, legalább nagy visszhangot váltott ki, tudod, a szinkron színészekkel kapcsolatos állásfoglalás. Abban te mit képviselsz, milyen koncepciót, álláspontot képviselsz? Figyelj, én soha életemben nem politizáltam, és nem is szeretném. Nem, politikától függetlenül az, csak annyi, hogy tényleg ez egy olyan meló, amit maximálisan alul fizetnek, olyan meló, amit kellemesen megfizetnek. Tehát, hogy... Figyelj, az tény, hogy a színészeknek a fizetése, az nem úgy nőne, hanem csökken.
Úgyhogy ezt ki kell mondani, hogy én 20 éves sokkal jobban kerestem, vagy 30 éve, vagy többet ért az a pénz. Tehát a mi munkánknak a megbecsültségét mindenképp szerintem rendezni kellene, és annak az alapja az lenne, hogy a minimálbért, hogy egy színész mennyit kaphat minimum, azt nyilván szerintem törvényileg meg kellene határozni, mert addig hát bolondok lennének a gyártásvezetők vagy producerek, ezt nem kihasználni ezt a helyzetet, és hát azért a színészeket se kell bemutatni, tehát mindig van, aki alávállal, mert azt gondolja, hogy most majd ő lesz a nagy sztár, és ezért elvállalja harmadárért. Tehát ezeket szerintem mindenképp egy picit rendezni kellene, mert azt látom, hogy egy csomó ágazatban tényleg nőnek a fizetések, és klassz, a színészeké valahogy nem, sőt csökken. Sajnálom, hogy pont ezzel fejeztük be, de ezt meg akartam tőled kérdezni. De azért 25 éves a sör. Igen, és így van. Akkor a sörnek meg még 25. Hát figyelj, még 25, és megszövet. Ha tolókocsiba majd behoznak. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönjük szépen.